Egy egyszerű tapasztalatból kiindulva, az a gyermek, amely olyan kicsi, és rászorul a szülői támogatásra, számára elegendő az, hogy vannak szülei, van a anyukája, apukája, és ebben növekszik. Később, amikor egyre nagyobb lesz az a gyermek, érzi, hogy szüksége van társakra, barátokra, mert amikor nincsenek mellette a szülei, minden jó, hogy van egy társ, aki támogat, aki megadja azt a biztonságot a szüleim távollétében. Szüksége van egy társra. Ez a szükség egyre nagyobb lesz, amikor egy fiú, egy lány felnőttebbé válik. Érzik, hogy mennyire szükség van arra másik lényre, arra lányra, arra nőre, arra férfira. Mert más. Mert hiányzik az a fél, amely bennem nincs. És hogy növekszik az ember ebben, és felnőtté válik, és vannak szülei, vannak gyermekei, vannak férje, van felesége, és mégis úgy érzi, hogy valami mindig nem teljes, valami hiányzik. Nincs az a biztos bizonyosság, hogy miért jó, hogy vagyok, és mi lesz utána, ha nem leszek. És rádöbbenek, hogy van Isten. Ez a szép természet, ez a valóság, amelyben élek, mint ember, ez úgy magától csak nem lett. Van Isten. És elkezdem keresni az Istent, és rádöbbenek arra, hogy ő már régen rám talált. Mindig is ott volt az életemben. És amikor rátalálok Jézusra, vagy Jézus, amikor már rám talált, és én is rátalálok, ahogy a tanítványok is rátaláltak Jézusra, meg Jézus meghívta őket, egy idő után megkérdezi, ti kinek tartottak engem? Ki vagyok én számotokra? Ki vagyok én számodra? Ma felelj erre a kérdésre, magadnak is neki. Ki ő neked? Ki a te életedben? Csak gyógyító, csak mindig az, aki meghallgatja panaszaidat, vagy igazi barátod, igazi társad, Isten, a Mesiás. Ki ő neked? És köszönd meg, hogy találkoztál vele, és jelen van az életedben.